Köszöntöm Önöket, ez az Életmód a Pannon TV-ben. A műsor témáiból. Várakozási idő a Szabadkai Közkórházban. Emellett vendégemmel, dr. Lassinger Laura bőrgyógyásszal a szemölcsökről beszélgetünk. Tegye fel már most kérdését a képernyőn látható e-mail címen, ezt a műsor végén megválaszoljuk. Mindemellett szó lesz a 2013-as divatról is. Kezdünk! A Szabadkai Közkórház egyes osztályain hosszas a várakozási idő. Hogy miért és mikor várható javulás, utána jártunk. Szerbiában a különböző kórházakban különböző a várakozási idő. Van, ahol a munkaszervezés, máshol szakkáderhiány, illetve anyagiak miatt kell többet vagy kevesebbet várni. A Szabadkai Közkórházban a maximum a 13 hónap, míg szakorvoshoz bejut a beteg. A ambulanta mely različita od nula dana čekanja, odnosno se pregledi urade odmah po dolasku pacijenta istoga dana, kao što na primjer nefrološka, dijabetološka ambulanta, hiruške ambulante, pulmološka ambulanta, internistička opšta ambulanta, onkološka ambulanta, ušna ambulanta, do mjesec dana čekanja gdje je najveći broj ambulanti preostalih i imamo nekoliko ambulanti u kojima se čeka van, odnosno duže od mjesec dana. Najkritičnije ambulante su nam endokrinološka, gdje se čeka od 60 do 90 dana. Ovo od 60 do 90 znači da ako je pacijent se vezuje za određenog lekara i traže da bude pregledan kod određenog lekara, onda čeka duže, odnosno ako se ne vezuje, onda mu se ponudi prvi slobodan termin, pa tako shvatite ovo od do. A kórház folyosói megkérdezett betegek is alátámasztják, hogy változó a várakozási idő. Mikor jelentkeztek be? Most fél órája. Ma. 3,5 hónapja, hogy beírattam a férjemet, és most már reggel óta itt vagyunk. Hát másfél-két hónap, ha jobbik esetben. Mert most én februárban kért, tehát most vagyunk itt, tehát két hónap. Mikor kérte az időpontot? Februárban és március, április 15-re kaptam időpontot. De van, aki be tud jutni. Protekcióval is, ilyet is hallottam. A szemészeten például a szakkáder hiány okoz gondot, és hiába teljesítenek az orvosok, maradnak a sorok. Naponta 1000 páciens néznek át a 46 rendelőben. Znači, nemamo nijednu ambulantu, gde broj pacijenata pregledanih, gde lekari nema ispunjenu normu propisanih, znači, pacijenata koji moraju da se pogledaju, svuda je to daleko više. Znači, kad bi se mi strogo držali nekih zakonski propisanih i administrativnih nekih propise, taj pregled bi bio manji, odnosno dužina čekanja veća. A betegek tehát várnak, de nem kötelezően, létezik más megoldás is. Ako pacijent ne može da uradi, na primjer, operaciju katarakte na vreme u našoj bolnici, on može da zahteva od lekara specijalista oftalmologa da ga uputi u najbližu ustanovu u autonomnoj pokrajini Vojvodina, to je klinički centar Vojvodine i to je ono što je zakonski ispravno. Samo inicijativno odlaženje pacijenata iz Subotice, zato što nisu strpljivi, odlaženje u Sentu, Sombor ili neko drugo. Znači, to je njihova odluka. Ali proces upućivanja zahteva da lekar specijalista na osnovu medicinske dokumentacije sagledavanja situacije ima pravo da uputi u višu zdravstvenu ustanovu. A kórház vezetősége azt tervezi, hogy az elkövetkező fél évben létrehoz egy hívóközpontot, ahol SMS-en, illetve interneten keresztül lehet majd időpontot kérni, és ezzel megszűnnek a tömegek a várótermekben. Vendégem pedig dr. Lassinger Laura bőrgyógyász, a téma pedig a szemölcsök. Tegye fel kérdését az életmód@pannonrtv.com e-mail címen, a műsor végén megválaszoljuk. Üdvözöllek itt a stúdióban, Laura. Üdvözlöm a kedves nézőinket is. Hát szemölcsök. Milyen szemölcsök vannak? Tehát a szemölcsök azok lehetnek veleszületettek, és lehetnek, amelyek az élet során alakulnak ki. Egy genetikai hajlam kell, hogy legyen erre. Van, akinek több, van, akinek kevesebb szemölcse van, tehát egy öröklődő, vagy később kialakult mutáció során, de egyénhez kötődő jellegzetesség.
a közéletben inkább anyajedként ismeretes. Tehát ezek lennének így, hogy szemölcsök. A szemölcsök különböző típusát ismerjük, tehát a veleszületett szemölcsök különböző nagyságúak lehetnek, kicsik, közepes, illetve nagyok, lehetnek pigmentsejtesek, tehát hogy festékanyagot tartalmazzanak, sötétebb színűek, lehetnek egyenletlen felületűek, ezek az életünk során velünk együtt, a bőrünkkel egy bizonyos mértékben növekednek, ez egy belátható időn belül következik be, és ez nem jelent gondot, viszont a nem megfelelő gyors növekedés vagy tünetek megjelenése ezekkel a szemölcsökkel kapcsolatban, azok már arra utalnak, hogy valami más is történik a szemölcse. A szemölcsöknek tehát az a gond, hogy bizonyos fajtájuk, de ezt már csak szakember tudja megállapítani, hogy melyikről van szó, van egy veszély, ami hozzá kötődik, hogyha többször megyünk a napra, vagy légünk, vagy szoláriumba járunk, vagy valami, ezek a sötétebb festékanyagot tartalmazó szemölcsök változhatnak, és az emberiségnél egyik legveszélyesebb típusú rosszindulatú daganatával alakulhatnak ki, az úgynevezett melanoma. És akkor általában az emberek inkább azt kötik, hogy szemölcs, mi történik vele, átalakulhat egy melanomába, tehát valahogy ezen a reláción vagyunk itt a szemölcsökkel kapcsolatban. Milyen gyakran kell vizsgáltatni a szemölcsöket? Tehát ez egy ilyen relatív dolog, mert tehát elsősorban nincs mindenkinek egyforma mennyiségű szemölcse, de most egy ilyen általános, hogy most azt mondom, hogy 6 hónap, vagy évente legalább egyszer, de hát az viszont egy, nem tudom, Szabadka összes lakosa évente egyszer elmenne, tehát akkor az valóban igen torlódást okozna a bőrgyógyászati rendelőkben. Azt én inkább így mondanám, hogy érdemes odafigyelni, tehát először is egy önvizsgálat, hogy amit látunk, tehát vagy tükör segítségével, vagy a családtagok segítségével követni őket, a meglevő szemölcsöket, tehát a 6 mm-nél nagyobb sötét színű növekedő szemölcsöket érdemes szakemberrel is megvizsgáltatni, mert általában azok a szemölcsök, amik már évek óta ott vannak, nem változnak egy helyen, nem okoznak tüneteket, azok nagy a valószínűsége, hát azoknak semmi bajuk is sincs. Tehát van, amikor gyerekek is megfordulnak nálam a rendelőbe, tehát soha nem gond, ha valaki elővigyázatos, és természetesen, hogyha valakinek kételjei vannak azzal, hogy a gyerekének vagy neki olyan elváltozások vannak, vagy szemölcs, vagy anyanyed, ami ugye megváltozott, ami valami tünetet ad, akkor természetesen bőrgyógyászhoz kell fordulni. Hogy változhatnak meg, milyen a... Igen, ez egy tehát jó kérdés. Tehát először is magában a dinamikájában a változás, tehát elég gyorsan, tehát rövid időn belül, pár héten belül megduzzad, elsötétedik, megváltozik a színe, vagy egy sötétebb sejtcsoport alakul ki rajta, vagy vérzik, vagy viszket, vagy fáj. Ezek már arra utalnak, hogy a szemölcs változik. Nem feltétlenül alakult át, hanem változik, és ezt minél előbb meg kell vizsgáltatni. Lehet, hogy csak egy trauma érte, de lehet, hogy valami történik vele. Hogy néz ki egy vizsgálat? Tehát a leggyakoribb módja, és ez egy klasszikus vizsgálat, hogy egy kis nagyítóval, amivel van egy lámpája, egyenként megvizsgáljuk azokat a szemölcsöket, amelyek gyanúsok, de általában én megnézem mindet, amit megmutogat a beteg, meg vagy a hajba, ha van, vagy valahol, ahol esetleg ő nem látja háton, például az kicsit körülményesebb most maga az ember, hogy tudja magának megnézni, és esetleg csak érzékel, hogy ez kidudorodott, vagy valami. És ez most van egy olyan, hogy a dermoszkópia, az már sokáig tart, mert ott minden egyest le kellene fényképezni, meg kimérni, meg minden. Tehát ez beletartozik egy szélesebb, illetve alaposabb vizsgálatba, abban az esetben, hogyha ez szükséges. Tehát általában mondjuk, hogyha már van az embernek egy tapasztalata, egy szaktapasztalata, akkor meg tudja határozni, már majd nem mondjam szabad szemmel, meg azzal a kis nagyítóval, hogy az most 6 mm-nél nagyobb, meg nem homogén a pigment elrendeződés, meg az egyszerűen már
tudja, meg látja, hogy a ház gyanús, megyünk, ezt le kell vetetni, vagy esetleg utaljuk dermatoszkópiára, ahol utána azt mondjuk, hogy hát ez gyanús, akkor a végén mégis az lesz a vége, hogy le lesz szedve, mert ez a legbiztonságosabb dolog, mert ott mindig megvan az emberi tévedés faktora, és akkor ilyenkor már azt mondjuk, hogy akkor kisebb gond az, hogy kimetszik valamit, és nem lesz utána semmi gond, mint hogy hát hagyjuk még, akkor hát, ha valami lesz belőle, tehát így én, tehát mondom, úgy vagyok vele, hogy ha valami gyanúm is van, akkor azt leszedettük. Tehát a sebész szokta klasszikusan kimetszeni, szövet arra küldjük el, és tehát mondom, hogy ha pedig melanomára gyanakszunk, ez mind csak változó nemű szemölcsök, ha melanomára gyanakszunk, akkor ezt már nem tudjuk poliklinikai körülmények, tehát rendelő körülmények között megoldani, ezt általában kórházban kell végezni. Tehát ez már kicsit más a kimetszése és más a protokollja, ha tudjuk, vagy nagyon gyanakszunk arra, hogy melanoma. Hát akkor várjuk a nézői kérdéseket, most pedig elköszönök, és akkor a műsor végén várom önt vissza. Születés hete a családdá válás ünnepe. Várandóság, szülés, szoptatás, csecsemőgondozás, anyaság és apaság. Előadások, beszélgetések, filmvetítés, tájékoztató és kulturális események. Mindez május 4-től 12-ig a Születés hetén Szabadkán az Expecto Mentál Higiéni Alapítvány szervezésében. A programok ingyenesek, a család minden tagját szeretettel várják. Bővebb információ a 024 687 620-as telefonszámon, az f.expectokukac@gmail.com e-mail címen, vagy a www.születéshete.hu oldalon. A 2013-as divat szinte mindent megenged. Divatbemutatót tartottak Szabadkán, lássuk. A fellépés megelőző útbaigazításokat kapják a lányok, illetve még egy-két simítást végeznek a sminken a bemutató előtt. Bepillantottunk a színfalak mögé, a lányok még szépítkeznek, bóbitájuk élénk színekben pompázik. A koszorúszerű, virág alakú fejdíszek ünnepélyessé teszik a hangulatot. Ma jött el az az időszak, amikor nagyon sok színt mindennel lehet variálni. Tehát akár a narancssárgát zölddel, lilátsárgával, csillogók, minél dekoratívabbak és minél kiemelőbb legyenek a színek. Romantikus sanzonnal kezdődött a műsor. A produkció más színben mutatta be a mai divatvilág lehetőségeit. Eljött az idő, amikor minden divatos bármit felveszünk, és bármely frizura sikkes lehet. Most minden divat. Tehát minden, amit szeret az ember, tehát most olyan a divat, hogy mindent hordhatunk, amit csak szeretnénk. Úgy a simát, úgy a göndört, úgy a tépettet, csak érezzük magunkat jól benne. A hajakat pedig próbáltuk úgy megcsinálni, hogy inkább olyanok legyenek, amit nem látunk minden nap az utcákon, tehát kicsit inkább ilyen modernabbak, de konszolidáltabbak. Több hónapos felkészülés áll a modellek és a tervezők mögött. A lányok heti két alkalommal jártak próbálni tanulás és munka mellett. A szabadkai lányok nagyon szépek, és nagyon szeretnek szépítkezni, és hála Istennek nagyon sok munkánk van. Ezért is csináltuk meg ezt a ma esti, mondjam így, hogy revűt, hogy megköszönjük mindenkinek, aki hozzánk jár ezzel is, hogy milyen nagy arányban látogatnak bennünket. Napjainkban a hölgyek öltözködéséből eltűnik a nőiesség, főleg nadrágban járnak, ezért ragadnak meg minden olyan alkalmat, amikor csinosak és szépek lehetnek. Ez valójában a nagyvilágban mindenhol egy igény, és talán az arab világ befolyásolja ezt az igényt, mivel hogy ők nagyon szeretik az ilyen csillogós,
nagyon díszített ruhákat, és főleg az ő igényeiket szolgálja ki most már a divattervező, tehát a nagy divatcégek is. Egyre nagyobb szerepe van a nagy esti ruháknak. Talán nincs elég alkalmuk a hölgyeknek igazán nőiesen öltözködni. Ugye, ha visszatekintünk, 40-50 évvel ezelőtt még a hölgyek ruhába jártak dolgozni. Most a legtöbb, a hétköznapi viselet a legnagyobb mértékben a nadrág, és a hölgyek minden kis alkalmat megragadnak ahhoz, hogy igazán nőiesek és szépnek látszanak. Tehát nagyon fontos, éppen ezért minden alkalomra különleges hangsúly ugye fekszik, még az elsáldozó ruhákon is. Tehát már a kislányokban benne van az igény a nőiességre, mert legtöbbször ők is nadrágot viselnek az iskolába. Tehát a ruhás időszak az valahogy elveszett a mai modern világba, és ezzel inkább megnőtt az igénye annak, hogy esti ruhába a hölgyek nagyon szépen és különlegesen öltözzenek. Lufik a lufiban, virágszirmok a hajban. A modellek buborékokat, csillámokat fújtak, így kényeztették a közönséget. Az alkotókat a természet ihlette. Zöld levelekkel, gyümölcsökkel, almával és szőlővel teletűzdelt frizurákban gyönyörködtek a vendégek. A téma pedig még mindig a szemölcsök. A bőrgyógyász még mindig itt van velünk. A nézői kérdés az volt, hogy hogyan lehet eltávolítani, és mikor kell eltávolítani a szemölcsöket, illetve hol? Tehát a szemölcsök azok abban az esetben, hogyha semmiféle elváltozást nem észlelhető rajtuk az elmúlt pár hónapban, évben, tehát azt jelenti, hogy ugyanolyanok, amint voltak, színük, nagyságuk. Nem zavarja az embert, mert van ugye esztétikai indikáció is, hogyha valaki azt mondja, most itt van az orrom, vagy az arcom, vagy valami, ami zavar, vagy olyan helyen, amit gyakran megsérthetünk, tehát a fejbőrön, háton, hónapban valami. Tehát ez, mondom, itt van egy ilyen, hogy esztétikai indikáció, másik pedig gyakorlati indikáció, a traumatizáció lehetősége miatt. A harmadik, a medicinai indikáció pedig akkor, ha valóban gyanús, tehát van sötétebb, növekedett, fáj, viszket érzik, tehát akkor már valójában a beteg is úgy fordul hozzánk, hogy na ezzel a szemölcsel valami kezd történni, és akkor hogy reagáljunk. Ezeket, mikor szemölcsről van szó, úgynevezett névuszokról, ezeket klasszikus sebészeti úton szoktuk lokális érzéstalanításba eltávolítani, illetve tehát a sebész végzi, és általában szövettanra elküldjük, hogy bebizonyosodjon, hogy pontosan miről van szó szemölcsről, változó szemölcsről, vagy valami másról. Abban az esetben, hogyha valami bőrdaganatra gyanítunk, tehát nem csak egy szemölcsre, ilyenkor megbeszéljük a beteggel, hogy mit ajánlunk, hogy kórházi körülmények között lenne igazán rendben azt eltávolítani, mert más a folyamat abban az esetben, hogyha melanómára gyanakszunk. A többi rosszindulatú daganat, ami szintén elkülönítő diagnózisként szóba jön egy szemölcsnél, tehát nem tudja, lehet a beteg nem tudja megállapítani, most ez egy újonnan kinőtt elváltozás, amit most ő lehet, hogy azt gondolja, hogy szemölcs, de az lehet, hogy egy tumor, egy bazalióma, egy spinocelluláris karcinóma, amit lokális érzéstelenítésbe, tehát helyérzéstelenítésbe távolítunk el, küldünk szövettanra, egy hét múlva vagy 10 nap múlva szedjük ki a cérnákat, és ezzel be van fejeződve a dolog. Mindenféleképpen vannak jó indulatú elváltozások, amik függő szemölcsök, vagy vírusos szemölcsök, vagy hemangiómák, ezeket például rádióhullámokkal távolítsuk el, szintén lokálba, de mondom ahhoz, hogy megállapítsuk, milyen elváltozásról van szó, tehát szükséges egy bőrgyógyászati vizsgálatot elvégezni, és megbeszélni, hogy mi a teendő velük. Tehát mindenféleképpen nem kell félni attól, hogy a szemölcsöket nem szabad bántani, meg ha bántjuk, akkor rosszra adja magát, tehát ez nem állja. És hogy most ugye jön a nyár, a napon mennyire kell vigyázni a szemölcsökre? Tehát akinek van szemölcs, akinek nincs szemölcs, akinek világos a bőre, vagy világos a szeme, meg általában véve is csak annyi, hogy a 10 óra és 4-5 óra között nem kellene
napozni, illetve magas fényvédő mellett lehet azután, illetve előtte, mivel már mind évről évre ismételve, tehát a napnak a káros hatása igazolva van, tehát a bőrrák kialakulásának a veszélye nagyobb, a photoaging a bőr öregedését okozza, más jó indulatú elváltozásokat is, tehát ilyen előidézhet, hemangió, azok a pici piros pöttyök, amik az arcon vagy a dekoltén, ami inkább a napnak ki van téve, a napfoltokat, azokat a barna foltokat a kézháton, az arcon, illetve a dekoltén vagy háton, tehát nem csak a karcinomákat, illetve melanomát okozhat, hogyha sokszor kimegy az ember a napra, vagy leég, és csak annyi, hogy fokozottabb figyelem, mert valóban most már jönnek a meleg periódusok, meg a napos idő, és oda kell figyelni. Tehát magas fényvédő faktor, és kerülni a hőségbe a napozást. Ennyi. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Szívesen köszönöm a meghívását. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, jövő héten ismét találkozunk. Viszontlátásra!